Feltöltött medencék, rendezett környezet és barátságosabb jegyárak. Ezzel várják idén a szekszárdi családbarát, strand és élményfürdőbe a látogatókat. Minden jegyárat csökkentettek, volt olyan is, amit 25%-kal mérsékeltek a tavalyihoz képest. Még 2020-ban a vidékiek 3100 forintért mehettek be a fürdőbe, idén 2800 forintért tehetik ezt meg hétvégén, hétköznap pedig 2300 forintért juthatnak be a strandra. A szekszárdiak ezzel szemben hétköznap akár már 1800 forintért megválthatják jegyüket, a szekszárdi gyerekek 1300 forintért, a nyugdíjasok 1200 forintért juthatnak be a fürdőbe. Szőke Gergő, a strand üzemeltetője elárult a stábunknak, ezek az összegek tovább csökkenhetnek, hiszen meghosszabbították a kedvezményes időszakot. Előző évben 5 óra után járt a kedvezményes jegy. Én úgy gondolom, hogy mivel 7-kor már, 7:30-kor már zárásra készülünk, ez nem volt túl reális, úgyhogy ezt előrébb hoztuk 3 órára. Úgyhogy hétköznap 3 óra után egy szekszárdi felnőtt ember be tud jönni 1500 forintért. Szerintem ezért érdemes megindulni munka után a strandra. Tavaly évben közfelháborodást keltett, hogy az éjjel szekszárd által kinevezett Malomsoki Krisztián drasztikusan megemelte a belépőjegyek árát, ami szinte lehetetlenné tette, hogy a nem tehetős szekszárdi családok itt pihenjenek. Az egyik legnépszerűbb közösségi oldal különböző fórumain is olvashatjuk a felháborodásokat. Vigyen pénzt mindenki rendesen magával, mert igencsak megemelkedtek a belépő árak. Egy másik nő pedig úgy fogalmazott, ilyen árak mellett elérték, hogy ne menjek. Az 1300-1500 forint eléggé korrekt volt, de 3000-et a semmire kérnek el, inkább megyek máshova. A szekszárdi strand belépőinek horribilis drágulása az akkori közgyűlésen is szóba került. A Fidesz frakció napirendre akarta venni az ügyet, majd amikor Ács Rezső elkezdte felvázolni a sokakat felháborító jelenséget, az éjjel szekszárd tagok egyszerűen belefojtották a szót. Éppen most egy hónap kiesetlen járról, mert július 1-én tudtuk nyitni a strandot, és külön történt, hogy miért. Úgyhogy rövidül is, hogy Miért beszélünk el? Végül az ilyen szekszárd tagok nem is szavazták meg, hogy a közgyűlés tárgyaljon a témáról. A strandolókat is megkérdeztük tavaly, mi a véleményük a durva emelésről. Nem drágálják a belépőt? De igen. Meglepődtünk, de hát nem járunk ide gyakran. 4-en vagyunk itt. Szabad kérdezni, hogy mennyit fizettetek? Kereken 10000-re. Ez idén egy 2 gyermekes szekszárdi család esetében hétvégén 6000 forint, hétközben pedig 5500 forintba kerül. Szőke Gergő úgy nyilatkozott, egyik célja, hogy növelje a szekszárdi látogatószámot a fürdőben, hiszen tavaly drasztikus visszaesés volt tapasztalható. Úgy gondolom, hogy mint önkormányzati tulajdonban lévő fürdő, nekünk a számok és a matek mellett nagyon fontos az is, hogy kiszolgáljuk a szekszárdiakat, kiszolgáljuk a szekszárdi családokat. Úgy gondolom, hogy ez a jegyármódosítás, ez mindenképp ebbe az irányba fogja a látogatói számot tolni. Május 29-én tehát már az új feltételekkel lehet strandolni szekszárdon. Az ügyvezető hozzátette, ha az időjárás is engedi, ez egy nagyon jó gyermeknapi program lehetőség lesz. A csökkentett jegyárak mellett a gyerekeknek is készülnek meglepetéssel.